napi 500 ezer forint per négyzetméter alatt gondolkozik ingatlan beruházás kapcsán, annak azt tudnám mondani, hogy az nem biztos, hogy be fogjuk fejezni ezeket a beruházását. Mondja Hábori Szabolcs építési vállalkozó. Tapasztalatai alapján az építési árak olyan módon drágulnak nap mint nap, hogy szinte lehetetlen kalkulálni a költségekkel. Bármi nemű árgaranciát hosszú távon vállalni szinte lehetetlen. Mindezáltal azt tudom mondani, aki nem készült föl kellőképpen erre a helyzetre, és az adott szerződései kapcsán nem szerezte be az ahhoz szükséges anyagokat, amiket kezelni tudott, mind anyagi, mind tárolási szinten, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Aki fölkészült erre a helyzetre, és be tudott raktározni minden olyan szükséges alapanyagból, ami az adott beruházásaihoz szükséges, az át tudja vészelni minden bizonnyal ezt az időszakot. Ma egy-két napig érvényesek azok az árajánlatok, melyek tisztességgel kiadhatók, mondja Hábori Szabolcs. Kulja József, a Tamási Tambau Kft. Ügyvezető igazgatója abban bízik, hogy a piac záros határidőn belül regenerálja önmagát. Jelenleg a túlzott építőanyagkeresletnek van egy átfelhajtó hatása, de megítélése szerint kordában tarthatóság jelentkezik majd a közeljövőben. A piac korrigálja önmagát, és bár a fölturbózott kereslet természetesen árfelhajtó szereppel bír, én bízom abban, hogy normalizált keretek között fogja az építőipar tartani a termelését. Az építőanyag árak körüli nehézségekre a kormányzat is reagált. Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában azt mondta, több intézkedés is bevezetés előtt áll, amelyekkel letörnék, megállítanák az építőanyag árak további emelkedését, de a részletek kidolgozása jelenleg még folyamatban van.